Manhattan Blues in New York City. Mozivászorra álmodták az ikonikus manhattani CBGB történetét. A klubot Hilly Kristál alapította 1973-ban, aki olyan később világhírűvé vált zenekarokat fedezett fel itt, mint a Ramones, a Blondie, a Talking Heads és a Television. Kristál lányának szerepét Ashley Green alakítja. Azt gondolom, a művészek és a színészek egyik legfontosabb célja, hogy hassanak az emberekre, hogy elvigyék őket egy utazásra. Nagyszerű érzés egy olyan személyiséget megformálni, vagy egy olyan helyet bemutatni, ami komoly hatással volt az emberek életére. Számomra különösen érdekes, mert a hely bezárt, mielőtt kamasz lettem, meséli a színésznő. Bár már régen elmúltak a dicsőséges idők, a klub mind a mai napig a manhattani zenei élet szimbolikus tartozéka. You got an apartment. I can't sleep on a mattress for bed. A plakátokkal és matricákkal teleragasztgatott legendás falak között 2006-ban tartották az utolsó koncertet. A kultikus New Yorki klub ugyanis 33 éves fennállás után bezárt. Pay the rent now and take the rest to the bank now. I don't know how this is going to work out with you ordering me around. I don't know how it's going to work out if I don't. Must have been an incredibly... Nagyon izgalmas idők lehettek azok. Nem tudom, mennyire vannak azzal tisztában az emberek, hogy a klub társadalmi hatása máig érezhető. Magyarázza a filmben szintén játszó Johnny Galecki. Of society and the history that it will become. A csupán 300 fő befogadására alkalmas CBGB klubot Hilly Kristál azért hozta létre, hogy bemutatkozási lehetőséget adjon olyan zenekarok számára, amelyek új módon újat akartak mondani. A szabadság szimbólumává vált kultikus hely az alapító eredeti szándékai szerint country, bluegrass és blues zenei klubként indult, de hamarosan a korai punk és az új hullám epicentrumává vált. A Ramones, a Blondie, a Talking Heads és a Television mellett Patti Smith és a Police is rendszeresen fellépett a legendás manhattani CBGB klubban.